Az iskola nem az erőszak, hanem a tanítás szinte, ezért fel kell lépni az iskolai erőszak ellen. Ezt mondta Rétvári-Benci államtitkár az M1-en azzal kapcsolatban hogy szeptemberben megkezdi működését az iskolaőrség. A kormány azért kezdeményezte az iskolaőrség felállítását, mert az utóbbi időben egyre több tanárt, illetve tanulót ért fizikai támadás az iskolákban. Az új szervezet tagjai a rendőrség kötelékébe tartoznak majd, és azokban az intézményekben állnak szolgálatba, amelyek a biztonság szempontjából a legkritikusabb helyzetben vannak. Tanárra támad két diák idén februárban egy mezőtúri iskolában. Társaik videózták a történteket, és a felvételt közzétették a világhálón. Pár nappal korábban Nagykátán történt hasonló, erről is felkerült egy videó az internetre. Az elmúlt években egyre több hasonló eset került nyilvánosságra. Az iskolai erőszak megfékezésére a kormány törvényjavaslatot nyújtott be az országgyűlésnek. Ennek egyik eleme az iskolaőrség létrehozása. A tervek szerint a rendőrség állományába tartozó, kiképzett, arányos kényszerítő eszközök használatára is feljogosított iskolaőrök vigyáznak majd a diákok és a pedagógusok biztonságára. Ha az iskolaőr már ott lesz az iskolában, a tanároknak a telefonján lesz egy ilyen alkalmazás, ami van egy kvázi pánik gomba, amit meg tudnak, amit meg tudnak nyomni, ezzel tudják hívni az iskolaőrt, aki nyilván már a fellépésével is azért rendet parancsoló tud lenni egy-egy ilyen osztályteremben. Az iskolaőrség létrehozásáról szóló törvényjavaslat benyújtásakor Horváth László miniszterelnöki megbízott, az m azt mondta, iskolaőrség csak ott lesz, ahol ez indokolt és kérik. Azon iskolákban fogja megkezdeni működését az iskolaőrség, amely iskolákban erre igény van, és amely iskolákban erre szükség van. Nyilvánvalóan volt egy előzetes tájékozódás, és az induló létszám, illetve az a keret, amiben a kormány gondolkozik, az egy 500 fős iskolaőrségről szól. A századvég alapítvány 2020. júniusában elvégzett ezer fős telefonos reprezentatív közvéleménykutatása szerint az emberek döntő többsége hallott már az iskolaőrség létrehozásáról. A válaszadók kétharmada egyetért az intézkedéssel, míg egyharmada nem támogatja azt. 61 százalékuk, tehát majdnem kétharmaduk szerint az iskolaőrség alkalmas eszköz lehet a pedagógusok elleni erőszak csökkentésére, míg 32 százalékuk ezt kétségbe vonja. A pedagógusok körében még ennél is nagyobb lehet az iskolaőrség támogatottsága. Én úgy érzem, hogy ha nem fog intézkedni önmagában, a jelenléte is sokat fog segíteni az iskolákban. Feltétlenül örülök ennek az intézkedésnek, azt hiszem, hogy a vezetőtársaim és kollégáim nevében nyilatkozhatok erről nekünk biztos, hogy nagy segítség lesz, és biztonságérzetünket nagy mértékben fogja javítani. Az iskolaőrség felállítása mellett a tervek szerint a büntethetőségi korhatárt is csökkentik a tanárokat bántalmazó tanulók esetében. Így az iskolai erőszak elkövetői már 12 éves kortól büntethetővé válnak. Emellett egy évig nem kap majd családi pótlékot az a szülő, akinek gyermekét jogerősen elítélték tanárbántalmazás miatt. Az iskolaőrség létrehozásáról szóló törvényjavaslatról várhatóan a jövő héten szavaz a parlament.